Néhány játékos, talán éppen a rutin az, ami visszaköltözött a válogatott keretbe, hiszen a Király Gabi a kezdő játékos ezen a napon a kapuban. És ez elsősorban nem azért, mert nem vagyunk megelégedve a Bogdán Ádámnak a teljesítményével, hanem a Gábor már rég védett a válogatottba, és vannak új fiúk, a Kádár Tamásék vagy a Korcsmár Zsolték, akikkel együtt ő még nem nagyon játszott, és nagyon fontos, hogy ő is egy aktív részese legyen egy-egy mérkőzésen, és erre most van lehetőség, hogy összeszokjon a védő a kapussal, a kapus a védővel. Arról nem beszélve, hogy kiváló félévi teljesítménye kapcsán a formája is, szinte mondhatom, hogy a csúcsformában van, úgyhogy ezzel szerettünk volna egyrészt szakmai oldalról megerősíteni a kapu beállításával, másrészt az a fajta alázatos munkája, hogy ezeket a fiatal kapusokat támogatja, építi, felkészíti őket. Ez a minimum, amit ilyenkor megtehet emberi oldalról, sportemberi oldalról, időnként a szakmai stáb. Védővonalban Juhász Roland ismét elfoglalja a helyét, ami nem csak annak kapcsán történik, mert a Mészáros és a Lipták sérült, hanem mert az a fajta rutin, amit egy 76-szoros magyar válogatott hozhat egy csapat számára, lemondani nyilván korai lenne számunkra. Zsuzsák Balázs szintén a két sárgája után megkérdőjelezhetetlen a formája és a képességei alapján a visszakerülése a csapatba. Pintér Ádám utolérte már magát, ugyan még sok játék nincs a lábában, hiszen a Zaragozában inkább a kispadon ül, mint sem játszik, de a formát illetően itt meggyőzött minket arról, hogy már a kezdőben a helye. Kérülések tizedeltek minket azért ezen az összetartáson, és a meghívott játékosok közül már 5 játékosunk elszállt, a Mészáros Norbi volt az 5. játékos, és menet közben a Vancák Villinek is egy kisebb megfázással sem ment keresztül, de az orvosi stáb pillanatok alatt belenyúlt ebbe a történetbe, és hát mára már teljesen egészséges a Villi, úgyhogy számíthatunk a 100%-os teljesítményre is.